A változó, szinte évről évre extrémebb időjárás idén a földi epertermelőkre is hatással van. A hirtelen jött fagyok és a május elejé nagy hőingadozás főleg a szabadföldi szamóca termelőket sújtja. Ebben az évben sokkal csekélyebb lesz az elmúlt évekhez képest a termés átlag. Ez a rossz időjárás ugye az egészen kinyúló, május elejéig kinyúló fagyok miatt van. Ugye teljesen megváltozott az időjárás, ugye ez mindenki érzi, és ezt hát a növény is tapasztalja. Ez a fóliában is érezhető? Igen, ez a fóliában is érezhető volt, de nyilván a szabadföldivel szemben a fólia miatt egy nagyon jó előnyben vagyunk. A fólia alatt több fokkal is melegebb van, így ott a növények nagyobb biztonságban vannak a fagytól. A hideget azonban érzik a növények is, így a fólia alatt előreláthatóan 40%-kal kevesebb szamóca terem ebben a gazdaságban is. Azt tapasztaljuk, hogy jó a minősége, de az tényleg az elmúlt évekhez képest azért változó. Nem érik olyan jól most a szamóca, nem olyan gyorsan, sokkal lassabb az érési folyamata, ezért ki fog nyúlódni a szezon, szerintem egészen június közepéig, végéig. Tehát mondjuk, hogyha június közepén egy kereskedőnél epret látunk, akkor még ne ijedjünk meg tőle? Akkor még nem, mert tényleg ki fog nyúlódni a szabadföldiek is, még szerintem egy 2 hét, mire elkezdenek javában érni. Egy picit azért beszéljünk arról is, hogy tudsz-e adni tippet, hogy mondjuk, hogyha valaki epret vesz, akkor hogyan tudja tartósabbá tenni. Ugye egy olyan gyümölcsről beszélünk, aminél azért nem mindegy, hogy meddig tudjuk eltárolni, és nem könnyű sokáig frissen tartani. A magyar epret a külföldivel szemben nem lehet olyan sokáig tárolni. A külföldi sokkal keményebb a magyarhoz képest. Hát a magyart egy 2 napig lehet tárolni, de ez teljesen jó így. Ezt azonnal el kell fogyasztani, azonnal el kell készíteni belőle a süteményt, vagy bármit, amit szeretnénk. Szóval tényleg azonnali fogyasztásra való a magyar eper. Egyébként hűtőbe eláll, de mondom, maximum 2 napig. Ízre egyébként van különbség? Igen, van. Azért a magyar sokkal, sokkal jobb íze van, aromásabb, tényleg teljesen más. A magyart ugye egyből 100%-os érettséggel szedjük le a külföldivel szemben, ugye a külföldit azt már leszedik ilyen fél éretten, és úgy kerül ide, hogy nincsenek meg azok az ízek benne, mint a magyarban. A földi epret egész évben kóstolhatjuk, akár tejtermékekben, vagy lekvárban felhasználva. De kell lenne kihagyni a szezont, amikor valóban a friss gyümölcsbe haraphatunk. Az időjárás valószínűleg az árakra is hatással lesz, de a gazdák szerint elérhető árban marad majd a friss gyümölcs.